Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már e tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat, gyöngeségünk láttán tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarét. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarét. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát régen ez volt a város főtere. Itt található ez a Karolin oszlop, úgy nevezik, 1831-ben állították fel. Az első kolozsvári látogató Habsburg uralkodó pár első Ferenc király és Karolin Augusztus királyné 1817-es vendégeskedésének állít emléke. Hozták. De onnan mentették ki? Vízből? Igen, még nap alatt. Aha. Azt meg nem, abban van, hanem igen. Igen. Ja, van. Ugye nem tudok. Ó, a gyerek. A túlfenekén Bözödújfalu nyugszik. 180 házának volt lakói szétszórva a nagyvilágban. Ma is siratják. A Gyulai Gál Miklós általános iskola egy nyertes pályázatnak köszönhetően szintén részt vett az úgynevezett Határtalanul programban, melynek keretében Erdélyben töltöttek 5 feledhetetlen napot a diákok és kísérőik. Június 7-én pedig az iskolában érdekes és értékes témanapot szerveztek. A trianoni emlékfal megkoszorúzásával indult az a témanap a Gyulai Gál Miklós általános iskolában, mely a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Határtalanul programigazgatósága által kiírt pályázatnak köszönhetően lezárta a 7. évfolyamosak erdélyi kirándulását. A tavalyi évben láttuk meg a pályázat a kiírást, amit a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Határtalan programigazgatósága írt ki, amely lehetőséget biztosított leendő 7. osztályosok számára, hogy határon túli kirándulást tehessen, és ezen felbundzulva a 7. osztályfőnökökkel megírtuk ezt a pályázatot, és olyan szerencsések voltunk, hogy 944.500 forintot nyertünk erre az útra. Tündöklő várak nyomában, Csaba királyfi csillagösvényén. Ezt a címet kapta a pályázat, amelynek célja főként történelmi várak feltérképezése, megismerése volt.
Az utat nagyon hosszú munka előzte meg, éveleje óta készültek rá. A hetedik osztályosoknak kiosztottunk feladatokat, egy-egy területről felkészültek, történelmi háttérrel, népművészettel, várok történetével plakátokat készítettünk, és hogy a népművészetet igazán megismerhessék, előkészítésként átmentünk Szolnokra a múzeumba, ahol megismertük a Jászság népművészeti alkotásait. 45 diák és 5 pedagógus töltött el 5 napot május utolsó hetében erdélyi területeken. Jártak többek között Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Déván, Vajdahunyadon és Gyulafehérváron is.